Július 15-e a bíróságok napja idehaza. Hagyományosan ekkor kezdődik a valamivel több mint egy hónapon át tartó nyári ítélkezési szünet az egész országban, így Tolnamegyében is. Ez nem újszerű dolog, hosszú évek óta működik már így a rendszer. Ebben az ítélkezési szüneti időszakban a bíróságok nem tartanak rendes tárgyalásokat, csak a soron kívüli és a fontos intézkedést igénylő sürgős eljárási események történnek meg. A régi nevükön panasznapokat, vagy ahogy mostanában hívják, ügyfélsegítő napokat ebben az időszakban csak a szekszárdi járásbíróságon tartják meg. A bíróságok csak a soron kívüli és sürgős eljárási eseményeket végzik. Ez az ítélkezési szünet azonban a polgári eljárásokban a határidőket nem érinti, tehát a határidők továbbra is ketyegnek, az ugyanúgy mindenkire vonatkozik, csak a tárgyalások szünetelnek ezen idő alatt. A nyári ítélkezési szünet idén augusztus 20-áig tart.